Jó estét, tiszteltel köszöntöm Önöket, húsvét hétfő estéjén, Róna Jégon vagyok, az Egyenes beszédet látják, és a Kormányzati Tájékoztató Központ szóvivője az első vendégünk. Jó estét kívánok Farkas Örsnek is. Jó estét kívánok. Kezdjük a legfrissebbekkel. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter az elmúlt napokban, utóbbit gyakorlatilag most, két kórházigazgatót is menesztett állásából. Mindkettőnél fegyelmi okokra hivatkozik. A fehérvári eset ellen csak tiltakoznak a kórházi dolgozók, a Budapesti Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbeli eset kapcsán ugye láthattuk a híradóban és itt a bevezető képekben is, gyakorlatilag tüntettek is, cáfolva a miniszter állításait. A kormánynak van véleménye arról, hogy egy járvány kellős közepén tisztogat az emberi erőforrás miniszter a kórházigazgatók között? A tisztogatás kifejezés azért talán erős. Azt javaslom, hogy egyébként kérdezzék meg magát a minisztert is, ugye ő azért elég egyértelműen... A miniszter elég jelentős mértében eltűnt, amióta kitört a járvány. Elég egyértelműen fogalmazott ebben a kérdésben, ugye elmondta, hogy mind a két esetben elég komoly mulasztások fordultak elő. De ezt cáfolják az igazgatók is, meg a helyiek is. Én nyilván arra tudok alapozni, amit a miniszter mond. Ő az, aki szakmai kapcsolatban állt a vezetőkkel, és ő úgy fogalmazott, hogy elég komoly mulasztás volt, ami ezt indokolta, de azt javaslom, hogy ezt nyugodtan kérdezzék meg miniszter úr. Szívesen megkérdezném, mondom, Kásler miniszter úr, annak ellenére, hogy Orbán Viktor bejelentette az első napján a veszélyhelyzet kihirdetésének, hogy onnantól kezdve naponta Kásler Miklós miniszter fog minket tájékoztatni, egy nap után eltűnt, és azóta gyakorlatilag senki nem látja. Azóta azért vele találkozni sajtótájékoztatón, illetve az ATV is elég rendszeresen küld kérdéseket. Hát kérdéseket küldünk. És amire választ is kapnak, úgyhogy nyugodtan azt javaslom, de... Úgy gondolja, hogy a személyesen a miniszter válaszolja meg, nem a sajtósai? Hát azt gondolom, hogy a miniszter hozott egy ilyen döntést, és nyilván az MI elmondta, hogy mire... Na de az nem ugyanaz, mint megkérdezni a minisztert, látja. Jó, mindkét igazgató úgy hírlik, saját hatáskörben tesztelt. Tesztelte a munkatársakat és a betegeket is koronavírus megbetegedésre. És állítólag ez az, ami igazából kiváltotta az ellenérzést velük szemben, hogy ezt nem szabad. Miért nem lehet ezt? Egyáltalán nem ez a kiváltók. A Emberi Erőforrások Minisztériuma egyértelműen elmondta, hogy mind a két igazgató felé voltak elvárások az operatív törzs részéről, hogy a védekezésben az adott intézetnek milyen feladatokat kell ellátni, és a két esetben erre nem olyan módon, vagy egyáltalán nem került sor a megadott időben. Járvány közepén igazgatókat kirúgni üzenet a többi igazgatónak is? Én nem hiszem. Tehát alapvetően egyébként az egészségügy az rendben teljesít, és abban az esetben, hogyha valaki azokat a feladatokat, amelyek ilyen esetben amúgy fontosak és nélkülözhetetlen, mind a ketten egyébként olyan intézetet vezette, amely a védekezés szempontjából elég meghatározó, egy megyei kórházat például, ezekben az esetekben, hogyha ott elmaradások vannak egyébként a teljes védekezést tekintve, abban az esetben egyébként joggal dönt úgy egy miniszter, hogy itt cserére van szükség, mert le fog maradni az adott terület a védekezésben. Hát, hogy dönthetett így, az kétségtelenül így van. Ha már ott tartottunk az előbb, hogy tesztek, meg hogy teszteltek vagy sem, hetek óta követelik szakmabeliek, orvosok, infektológusok, a közvélemény a tesztelések számának, a tesztek számának megnövelését, drasztikus megnövelését. A szakemberek azt mondják, hogy ez nem szakmai kérdés, hanem politikai, hogy tesztelnek vagy nem. Nem politikai kérdés, drasztikusan nőtt meg az elmúlt időszakban a teszteléseknek a száma. Itt Magyarország az Egészségügyi Világszervezetnek az eljárása mentén dolgozik. Éppen egyébként a múlt héten fogalmazott úgy a WHO-nak a magyarországi irodavezetője, hogy Magyarország betartja a WHO ajánlásokat, annak megfelelően és annak megfelelő mennyiségben tesztel, tehát Magyarország ebben a kérdésben nincsen elmaradva. Akkor a többi ország, ahol sokkal nagyobb tesztszámokat produkálnak, az messze túlhaladja a WHO ajánlásait? Nem, de azt azért ne felejtsük el, hogy például mondjuk ha Olaszországgal akarjuk összevetni, ott mondjuk a vírus egy hónap korábban jelent meg. Magyarországon az elmúlt időszakban többszörösére, de azt is mondhatjuk, hogy százszorosára nőtt például a tesztelésének a száma. Valaki minden nap szépen követi koronavírus.gov.hu-n, hogy mennyi az elvégzett teszteknek a száma, ezt egyébként minden nap közöljük, akkor ott pontosan látja, hogy ez nagyságrendekkel növekszik, most már több tízezernyi teszt került elvégzésre, és itt Magyarország be fogja tartani a világszervezetnek az ajánlását, feltételezem, hogy ezt betartják az olaszok,
spanyolok, más országok is, de miután ezt a világszervezet hazai vezetője, aki egyébként nem magyar, mondta el, hogy Magyarország ebben betartja az előírásokat, és annak megfelelően működik, ezért ebben nem kell aggódnunk, de folyamatosan, teszem hozzá, további protokollok kerülnek bevezetésre, hogy például elejét vegyük az olyan típusú eseteknek is, mint a Pesti út, ezért most már minden egyes olyan intézményben, ahol egyébként nem is kéne teljes tesztelést végezni, de mondjuk ilyen ellátó intézmény, ott végez általános tesztelést. Ezzel azt mondja, hogy valamennyi idősek otthonában elrendelték a tesztek elvégzését? Abban az esetben, hogy ugye minden idősek otthonában szükséges orvosi felügyeletet biztosítani. Ez függ ennek a jogviszony, az függ attól, hogy mekkora az adott egészség. Bizonyos létszám felett állandó, vagy irállású. Abban az esetben, hogyha az ott feladatot végző orvos ezt indokoltnak látja, akkor ezt jelzi, és abban az esetben az egész intézményt teszteli. Ez a protokoll, ez mikortól érvényes? Hát ez már egyébként onnantól kezdve, hogy a Pesti úton ez kiderült, hogy ez probléma volt. Tehát a Pesti úti eset hozta azt, hogy ez így legyen mostanában. Nem feltétlenül, mert egyébként nem csak arra, tehát nem csak az ilyen típusú ellátókra, hanem például a más bentlakásos intézményekre, fogyatékos otthonokra ez például ugyanúgy vonatkozik, de kétségkívül a Pesti úton tekintettel arra, hogy egyébként nem jött ilyen típusú jelzés, elég szomorú helyzet alakult ki. Ennek a kormányzat nyilván szeretné az elejét venni. Jénémet Erzsébet azt mondta másfél órával ezelőtt itt a Naphíre című műsorunkban, hogy korábban ők már izoláltak betegeket, oda dolgozót is, és idős embert is. Hát vagy a főváros arra illetékes, nem tudom ki-e, vagy ott az intézmény vezetője, amikor kiderült a főváros teszteléséből, hogy vannak koronavírusos esetek az intézményben. Ez azt mutatja, hogy a főváros elébe ment annak, ami aztán kiderült, csak már későn. Hát nem szeretném véletlenül sem Gyénémet Erzsébet szavahelyettőséget megkérdőjelezni, de azt fontos tudni, április 2-án derült ki az, hogy a Pesti úton egyébként gondok vannak. Teszem hozzá egyidejűleg a fővárosi tesztelés és a egészségügyi tesztelés az egyidejűleg mutatta ki, mert abban az esetben, vagy akkor történt meg először, hogy egyébként az intézet jelezte, hogy itt probléma lehet. Abban az esetben, amikor, vagy akkor, amikor elindult ez a tesztelés, kiderült, hogy nem egy megfertőződött van, hanem már tömegesen jelen van. 31 helyről beszélt Gyénémet Erzsébet is. Nem, abban az esetben az első nap annyit mutatott ki, igen, de akkor már tömegesen jelen volt a fertőzés, és az a helyzet, hogy a főváros azóta sem, és addig sem tett semmi olyat, ami egyébként megelőzte volna ezt a... Hát például azt kérte Sára Botontól a főváros, hogy csak olyan embert engedjenek vissza az idősek otthonába a kórházi ellátásokból, ahol elkészült a teszt, és az negatív volt. Erre még választ sem kapott. Majd megérkezett a kórházból vélhetőleg egy beteg ember. Miközben még egyelőre nem lehet tudni, hogy indult a járvány a Pesten. Kórházban, mint ahogy ezt elég sokszor elmondtuk, tesztelésre kórházba nem visznek be senkit. Mindig elmondtuk, hogy nem, ott egyébként ott magára... kezeltek a kórházban, mielőtt visszaengedik, teszteljék. Ez így van, ez a kérés. Ez pontosan így is történik. Nem, és abban az esetben, hogyha negatív lett a tesztje, abban az esetben mehetett vissza, de teszem hozzá, erre vonatkozóan is van szintén WHO protokoll, tehát az Egészségügyi Világszervezetnek a protokollja, hogy ilyen esetben, amikor valaki egyébként negatív eredménnyel, mert ez történt, visszaérkezik egy egészségügyi ellátó intézetből, akkor ott hogyan kell izolálni az adott intézményt. Önök meg tudják mutatni annak az embernek a negatív koronavírus tesztjét, aki kórházból a Pesti úti intézménybe hát visszakerült? Majd egyébként a tiszti. Ezt érdemes lenne megkérdezni valószínűleg. De csak azért, mert azt látom, hogy ez egy politikai vita kezd lenni, és lassan a WHO, mint politikai paraván jelenik meg mindkét fél érvelésében. Mit mond a WHO, mit nem mond a WHO, miközben itt emberéletekről van ez szó. Ez így van, én ugyanezt látom. A helyzet, mondjuk az talán azért nem gond, hogyha az Egészségügyi Világszervezetre egy ilyen eset, egy világjárvány esetében hivatkozik. Nem, de az se gond, ha a főpolgármester levelére válaszol mondjuk az operatív törzs. Én nem gondolom, hogy egyébként nem tudok azt most megcáfolni konkrétan, hogy ne válaszolta vagy nem. A főpolgármester mellesleg ott volt a kormánynak az ülésén az azóta eltelt időszakban, tehát ez egy elég speciális kirekesztése lenne a főpolgármesternek, egy ilyen levél megválaszolatlanul marad. De teszem hozzá, abban az esetben, amint a intézmény vezetője, aki egyébként sajtóinformációból kiderült, többször kereste a fővárosnak a vezetését, nem kapott választ. Abban a pillanatban, hogy a kormányhivatalhoz fordult segítségért, abban a pillanatban onnan megkapta a segítséget, és önnek igaza van. Ez nem a politikai vitáknak a helye. De én
jelenleg azt látom, hogy a főpolgármester az elmúlt 10 napban végeláthatatlan számú Facebook posztban. Hiszen politikai támadást él át, és erre politikai választ ad. Ha az politikai választ, kirakja a levelezését, és azt mondja, hogy ezekre mindre nem kaptam választ azóta sem. De ezek meg nem igazok. És hát alapvetően elég, én nem fogom tudni megítélni, tehát ezt lehet, hogy le kéne játszani valahogy a nyilvánosság előtt. Én azt javaslom, hogy mielőtt a főpolgármester mondjuk a posztol ilyen típusú dokumentumokat, azt megelőzően mondjuk olvassa végig. És a sajtós munkatársainak jelezze adott esetben, vagy most már utólag, hogy például azok a dokumentumok, akiket kitesz, az mondjuk nincsen pariban például a megfogazott szöveggel. Most például azt állítja, hogy a tiszti főorvos küldött neki egy levelet, hogy minden rendben van az intézményben. Nincsen rendben minden az intézményben, és az a levél, amit kitett, azt sem ezt támasztja alá. Sőt, éppen hogy elmarasztalja. Éppen arról szól az a levél, hogy az elmúlt hónapokban, vagy pontosabban elmúlt hetekben, mondjuk ez az orvosi felügyelet, amelyről beszéltünk, ez eléggé hiányos volt ebben az intézetben. De volt, tehát nem, vagy véletlenül nem ezen múlt a koronavírus járványkitörése. A járványvédekezésnek elég sokféle eszköze van, és nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen helyzet kialakulhat, az mondjuk azért azt mutatja, mert máshol ehhez hasonló azért nem alakult ki, vagy idejében. Hát a borsodnádasti polgármester ugyanazt mondja, hogy náluk is járvány van, csak ott sem tesztelnek. Ez sem igaz. És abban a pillanatban, hogy ott egyébként az ottani orvos, sokkal kisebb intézményről van szó, 46-an vannak benne, ezt jelezte, abban a pillanatban leteszteltek mindenkit, és meg is történt a kórházi ellátásra, ez izoláció, amikor szükséges volt. Pesti útjében belem nem fog tudni dűlőre jutni, mert nem tudom az önök által ismert, ám nyilvánosságra nem hozott információkat, csak azt tudom, amit a másik oldal nyilvánosságra hozott, csak azt tudom, amit önök mondanak. Azt hagyjuk meg mindenkit, hogy a tiszti főorvos jelenleg végez egyébként a kormányhivatal bevonásával egy vizsgálatot konkrétan erre a szituációra. Azért szerintem azt tegyük most félre, hogy emellett azért a kormányhivatal gyakorlati segítséget is nyújt. Mindez, amiről beszélgetünk, ez a jogászkodás, nem fogja megmenteni az ember életeket. Ez így van. És én azt is elkeserítőnek tartom, hogy a főpolgármester szerint az a legfontosabb, hogy most ezekkel a dokumentumokkal viaskodik a közösségi médiában, ahelyett, hogy a főváros ami érdemi segítséget. Hát lehet, hogy ezek a dokumentumok úgy kerültek elő a közösségi médiában, hogy a kormány pedig képes volt Karácsony Gergely nyakába varni egy pesti úti járványgócot. Nem lenne esetleg valamilyen felelőssége abban, hogy egy ilyen intézetben odafigyel a körülmények? És a kormánynak? De a kormány megteszi, abban a pillanatban, ezt mondta nagyon. A kormány megteszi utólag. Hát lehet, hogy a fenntartó is látja. Abban, hogy az intézményt vezető, tehát az intézménynek a vezetője, a kormányhivatal vezetőjének írt levelet, abban a pillanatban a kormányhivatal vezetője egyébként eszközöket adott át, kivonult a honvédség és fertőtlenített, egyébként elkezdték az időseket onnan kiemelni és átvinni egy kórházba, hogy megtörténjen. Amire a szakemberek egy része azt mondja, hogy ez a legnagyobb butaság, mert oda kellett volna orvosokat és eszközöket telepíteni. Mondjuk Zahér Gábor szintén itt ebben a televízióban mondta, hogy ezt nem is értő, miért a kórházakba cipelik őket. Ott kapnak olyan ellátást, ami ebben a korban megfelelő. Egyébként teszem hozzá, néhány óra leforgása alatt tudott rettentően megváltozni egyes ott lakóknak az egészségi állapota, de csak azt tudom mondani, hogy abban a pillanatban, hogy jelezte, ez a típusú segítség megtörtént, az viszont szerintem szomorú, és itt én értem, hogy elég sokan akarják azt bebizonyítani, hogy a kormány elkezdett egy ilyen politikai hagyjáratot. Én sokkal inkább azt látom, hogy a kormányzat segítséget nyújt, eszközt ad, embert ad, fertőtlenít, odavonul, egyébként orvost ad, és ezzel szemben a főváros, aki rácsodálkozott egy ilyen szituációra, az most szed elő papírokat, hogy egyébként a jog az hogyan... Csak tudja, mi az érdekesebb? Ez a legérdekesebb az egészben, hogy amit ő most felsorolt, valóban az a kormány dolga. És nem a főpolgármesteri hivatali. Az a kormány dolga. A járványügyi védekezés, az a kormány dolga. Értem. Azért otthon a háztartásában senki ne várjon arra, hogy majd bekopogtat a tiszti főorvos, és majd szól, hogy mosson kezet, hogy egyébként figyeljen oda a dolgokra. Szerintem nem is ezt várják a tiszti főorvostól. Hát azt mondja, hogy ki tud alakulni egy olyan helyzet, hogy 200 ember megbetegszik, jön itt több mint 200 ember megbetegszik, egy olyan intézményben, ahol 525-en laknak, azt szerintem elég sok minden. Az tragikus. Arról sok minden, valóban. Azt mondja meg nekem, hogy az hogy fordulhat elő, hogy Magyarországon 7% fölött van már a mortalitás, a elhalálozás a járvány kapcsán, miközben a környező országokban töredéke, messze a töredéke. Szlovákiában nincs is még elhunytja a járványnak. Ugye itt az összehasonlítás, amire ön hivatkozik, az a fertőzések arányához. Hát azzal az adattal dolgozom, amivel a világ dolgozik, a WHO dolgozik például. Hát a WHO egyebek mellett a lakosság arányad dolgozik például. Lakosság arányt tekintve Magyarország az Európai Uniós átlagának a utolsó harmadában van. Az, hogy egyes tagállamok egyébként az elhalálozások okát
azt minek tulajdonítják, az pedig az egyes országokban nagyon eltérő. De a szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok, ezek csehek, képest... mindenhol jobb az arányszám, mint nálunk. Pont ezt, hát, mert ugyanarra a számra hivatkozik, de azt is szeretném jelezni, hogy Magyarországról megint csak később jött meg a vírus, és senki ne gondolja azt, tehát azért ez fontos tisztázni, hogy most Magyarországon ezen a dolgon túl vagyunk. Nem. Sajnos most Magyarországon jön még ennek a helyzetnek a felfutása, tehát nyilván terjed a vírus. Ha mindenki nézi, vagy ha valaki figyeli a számokat, akkor látja, hogy azért növekvő ütemben nő a fertőzötteknek a száma, tehát ezen az elején vagyunk, de nyilván mondjuk azt is érdemes megfigyelni. Lesz rosszabb is ez a halálozási arány? A halálozási arány lesz rosszabb, és nem tudom, hogy mit akarunk ebből a beszélgetésből kihozni, de azt nyilván összevetni például Magyarországot azzal az Olaszországgal egy hónappal korábban megjelent, vagy azzal a Csehországgal, ahol mondjuk két héttel korábban jelent meg a vírus, az szerintem alma a körtével. Hát az nem alma a körtével, hogyha azt vetjük össze, hogy a cseheknek két héttel hamarabb jelent meg a vírus, és még most is jobbak az adatai, mint nekünk. Azt javaslom mindenkinek, hogy a lakosság számhoz viszonyítsa. Hát a csehekkel össze lehet mérni mi lakosság számunkat, pont. De mondom, ott is egyébként az fontos, például a magyar kormány jelenleg úgy közöl adatokat, hogy minden olyan személyt, aki elhunyt, és a szervezetében jelen volt egyébként a koronavírus, arról tájékoztatást ad, éppen azért, hogy lehessen azt látni, hogy milyen krónikus alapbetegségekben szenvedők azok, akik a leginkább veszélyeztetettek, vagy milyen életkorban lévők azok. Azzal kapcsolatban most zajlik egy vizsgálat, hogy ezeknél az embereknél az elhalálozás valódi oka az a koronavírus volt-e, vagy az alapbetegség. De ennek ellenére a magyar kormány ezeket a elhalálozásokat közli, hogy ez a típusú információ az embereknél ott legyen, és mindenki tisztában legyen azzal, hogy kinek kell különösen odafigyelni. Tudtam, hogy a Pesti úti történetbe belevágunk, akkor elmegy az időnk vele, és igazán nem jutunk semmire, pedig annyi mindent kérdeztem. A Varga Judit azt mondta, hogy lesznek, vagy lehetnek olyan intézkedések, amik a rendkívüli helyzet után is fennmaradhatnak a parlament által megerősítve. Tud mondani ilyen példát? Örüljünk neki, hogy így van. Elsősorban a gazdaságvédelmi akciótervnek a részei. Tehát mindenki azért abban bízunk, hogy a veszélyhelyzet járványal egyidejűleg azért rövid időn belül meg fog szűnni. De ennek ellenére ennek a gazdasági hatásai hónapokon, de lehet, hogy éveken keresztül velünk lesznek. Azok a típusú gazdasági döntések, amelyeket most a kormányzat meghoz ezzel kapcsolatban, azoknak a fenntartását nyilvánvalóan a veszélyhelyzetet követően is kell biztosítani, és ezt követően ennek van egy procedúra, hogy az országgyűlés ezt átülteti, és törvényformájában fenntartja. De már most tudunk olyan intézkedésekről, hogy hitel, felfüggesztési moratórium, egyébként például a bérek 70%-ának az átolálása, ami bőven túllóg a járványügyi helyzet. A bérek felének 70%-ának átolálása, igen, ez egy bonyolult matematika. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Legyen így. Hívjuk és jöjjön. Köszönöm Farkas Ersnek.